Két évvel ezelőtt egy szakmai konferencián vetődött fel a terve annak, hogy a világörökség részét képező hercegkúti pincesorokon építészeti és tájvédelmi szempontból beavatkozásokra lenne szükség. Az elhatározást tettek követték, és 2014 nyarára már egy felújított pincesorral találkozhatnak a kőporosi és gomboshegyi területekre betérők. Ráadásként pedig a közadakozásból korábban épült Kálváriához vezető ösvényen is sikerült kiépíteni a díszvilágítást. A napokban egy újabb szakmai fórumot tartottak a Bodrog partjától a Papajhegy lábáig címmel, ahol az eltelt időszakot értékelték. Az építészek és a fotósok egyik legnagyobb örömére eltűntek a púznák és a légkábelek. Megvalósult a légkábelmentesítés, ami szintén a világörökségi terület átfogó programja. Itt megvalósult, még talán Tokaj városában valósult meg hasonló léptékben, eltűntek a kábelek, kis léptékük is alacsony kandelábelek létesültek, amelyek már szinte díszvilágítás szerűen jelenítik meg a pince együttest. A tervezési munkálatok és a kivitelezés során is az egységes arculatra törekedtek. Szeretném bátorítani a pince tulajdonosokat, hogy ez az egységes karakter, ami most szépen letisztultan látható tradicionális anyaghasználattal jó arányrendszerben, hogy azt viszont benne a pincéikben, mind a borok terén, mind pedig a pince belső kialakításánál hát mutassák meg az egyedi ízeiket, a hangulataikat. A szakmai tanácskozáson bemutatták azt a programot is, amellyel virtuális sétát tehetünk a Smáb községben. Az országban egyedülálló módon itt mérték fel korábban teljesen mindkét pincesort olyan módon, hogy háromdimenziós képet tudnak belőle alkotni. A pincefelmérést követően pedig drónok segítségével a község egészét járták be, így a beruházás részeként telepített infopadokon bárki körbenézhet Hercegkúton.